A vendégem most a Mozaikban Varga Eszter, aki farmer festéssel foglalkozik, és erről nagyon különleges hivatásról fogunk egy picit jobban beszélni és ezzel megismerkedni. Szia Eszter, köszönöm, hogy eljöttél. Szia, köszönöm a meghívást. Nagyon sokat olvastam utánad, nagyon sok videódat megnéztem, és nagyon-nagyon tetszik az, amit csinálsz és amit képviselsz, mert egyrészt a divatosságot is képviseled, de ugyanakkor az újrahasznosítást, a pazarlásmentes életmódot is valamilyen szinten a ruhán tekintetében. Mi az, amivel pontosan foglalkozol, mi ez a farmer festés? Ez a farmer festés tulajdonképpen farmerek megfestése, textil festékkel, ez egy ilyen, igazából egy nagyon egyszerű dolog, viszont a beszerzés az, ami nálam inkább az újrahasznosításnak a kulcsát adja, ugyanis nem a fast fashion farmereket festem meg, hanem igyekszem vintage farmerek után nyúlni, vagy varni farmereket. Ezeket a farmereket honnan tudod beszerezni, mondjuk turkálóból, vagy esetleg ilyen charity boltokból, vagy adományként is kapod? Hogyan jön össze ez a mennyiség, amivel dolgozol? Igazából mind ezek, amiket elmondtál, benne vannak. Tehát turkálókba szoktam járni, nagyon odafigyelek arra viszont, hogy milyen turkálóba és milyen farmert vásárolok. Tehát van bejáratott turkálóval szoktam járni, ez a retrok, hát mondjuk így turkálónak, ez egy vintage bolt. Igen, a retrok, valamint a Humana Vintage, oda szoktam még járni, valamint vannak igazából Instagramon keresztül már bejáratott lányok, akikkel szoktunk üzletelni, a Catapult Store, nem tudom, esetleg hallottál-e róla, tőle szoktam még farmereket vásárolni. Most így hirtelen gondolkozom, hogy mit szoktam még és honnan szoktam még. Szoktam másodkézből farmereket vásárolni, ugye ez Facebook Marketplace-en keresztül, ott is odafigyelve, hogy vintage vonalon menjünk. Valamint nagyon fontos odafigyelni arra is, hogy ne legyen magas a műanyag tartalma ezeknek a farmereknek. Ugye régebben erre jobban figyeltek, és egész más volt a farmergyártás ilyen szempontból. Most már nagyon sok belekevert műanyag is kerül ezekbe a farmerekbe, és aminek nincsen meg a 70% pamut tartalom a farmerben, azt nem is lehet festeni például. Milyen érdekes, pedig azt gondolná az ember, hogy farmer, aztán milyen különbségek vannak közöttük. Igen. És hogyan jött az ötlet, hogy ezzel foglalkozzál, hiszen, hogyha jól tudom, akkor más területre készültél, vagy legalábbis más tanultál? Igen, én biológiát hallgattam az ELT-n, ott is diplomáztam. Igazából nagyon sokáig és nagyon sok kiállításom volt, és nagyon szerettem mindig is festeni. És igazából innen jött az ötlet, hogy szeretnék újrahasznosítani valahogy, de szeretném a festészetet is belevinni, és ez volt, ami igazán megragadott akkor, amikor így elkezdtem ezen gondolkodni, hogy mi lenne jó. Igen, hát ez igazából teljesen közel áll az újrahasznosításhoz, a természetközpontúsághoz, úgyhogy ez mindenféleképpen egy közös kapcsolat. És nagyon érdekes az, hogy valaki elkezd valamit csinálni, és aztán hogy járul hozzá a későbbi munkájához, hogy mégis mivel foglalkozik. A farmerek tekintetében miért pont a farmerekre esett a választásod? Tehát miért nem mondjuk más anyagok festésével kezdtél el foglalkozni? A farmer egy nagyon strapabíró anyag. Tehát eredetileg munkaruhának tervezték, meg az első farmereket munkaruhának is gyártották le, és ez a strapabírósága adja az időtállóságát is. És egy farmernek az előállítása az nyilván hatalmas energia, úgyhogy így legalább valamit vissza tudunk adni a földnek. Valamint rengeteg víz. Igen, rengeteg, és az nagyon fogytában van most. És nagyon jó, hogy ebben a csodás szedben jöttél hozzám, mert hogy láttam a honlapodon, nem csak festéssel foglalkozol, hanem különböző termékeket is készítesz, táskákat, ruhákat, és ami rajtad van, ez a szép kis farmer fűző, ez is a saját alkotásod, elképesztően szép. És igen. Valójában, tehát nem én vartam. Igen. Nem én vartam, ez nagyon fontos elmondani, én csak festeni tudok. Igen. Varni próbálkoztam, ez a szoknya, ami rajtam van, ezt én valamikor 2018-ban vartam magamnak, tehát ez valamikor akkor, és az én tudásom sajnos eddig terjed, viszont ugye van egy csapatunk, igen, és a csapatban van egy nagyon-nagyon szuper varrónő, és ő már több mint 30 éve varrónő, és Angliába dolgozott, esküvői ruhákat készített, és igazából a fűző az a specialitása, úgyhogy ő az, aki ezeket a csodákat varja. És festés tekintetében főleg a farmer kabátokat látom középpontban, de ha jól tudom, akkor más ruhákat is festesz, tehát mondjuk táskát és szoknyát, és másokra is tudsz, nem csak.
Bármire igazából, ami farmen, nagyon szívesen. És mivel ugye a Kati ezeket újra varja, ezért fogadunk adományokat is, és ezekből varja őket újra. És akkor azokat szoktam én még festeni. Mit tapasztalsz? Van igény erre a fajta ruha készítésre, vásárlásra? Tehát, hogy vannak elég sokan, akik, én azt látom, hogy sokan vannak érdeklődők, de nyilván te sokkal jobban tapasztalataid alapján el tudod mondani, hogy... Én azt tapasztalom, hogy mindenre, ami újrahasznosítás központú, és kreatív újrahasznosítás, én úgy gondolom, hogy van igény, és ez nagyon-nagyon jó. Hogy megy a rendelésnek a menete, hogy kell elképzelni, hogyha mondjuk valakinek megtetszenek a termékeid, akkor megkeres téged valamelyik platformon, és hogyan megy a közös ötletelés? Teljesen szabad kezet kapsz, vagy teljesen fix témát szeretnének, fix elképzeléssel keresnek meg, vagy ilyen vegyes is esetleg, hogy valami extrát szeretnének? Úgy szokott legfőképp ez menni, hogy... Hogyha valaki megkeres TikTokon vagy Instagramon keresztül, általában átirányítom az e-mailre, mert ott tudunk egymásnak képeket küldeni, tudunk kicsit bővebben PDF formátban, tehát kicsit szélesebb a kommunikációs csatornáknak a lehetősége, és ott e-mailben elmondják, hogy miről lenne szó, mi az, amit szeretnének, akár melyik korábbi munkám tetszett meg nekik nagyon, azt is el szokták küldeni. És akkor ahhoz hasonlót szeretnék, akár ugye nagyon sok állatos mintát szoktam készíteni, akkor a saját állatommal valami ehhez hasonlót szeretnék. Van, aki így keres meg, van, aki akár a saját mintáim közül választ, ugyanis mindentől függetlenül én tervezek saját mintákat is. Van, aki a közül választ, van, aki pedig igazából valamennyire szabad kezet ad, olyan szempontból, mint díszítés. És ezt nagyon szoktam szeretni, mert hogy beszoktuk hozni itt a gyöngyözős vonalat, és én nagyon szeretem a gyöngyöket. És akkor ezt ugye nyilván egyesével kézzel fel szoktam varni, úgyhogy van benne kihívás, mert volt korábban egy olyan munkám, ahol volt 3 cica, és megajánlottam a megrendelőnek, hogy mi lenne, hogyha én itt teljesen megbolondulnék, és egy egész kör vastag, feltöltött olyan gyöngyhátteret vartam mögé, vagy 4 napig vartam egyesével kézzel, megtippeltük ott a követőkkel, hát ilyen 3-4 ezer gyöngy lehet rajta, úgyhogy van, amikor teljesen meg szoktam bolondulni, de én nagyon élvezem. És mennyi, ez mondjuk egy extrém eset, igen, nyilván, de ha mondjuk csak egy klasszikus festést kér valaki, akkor mennyi idő az, amíg elkészül egy ilyen? Maga a festési folyamat is ilyen 3-4 napba szokott körülbelül telni, de mivel ugye több megrendelés van nálam, így a mintakiküldéstől eléggé változó az, hogy mikorra lesz kész, hogy épp hogy tudom ugye a festéseket sorba rendezni. Úgyhogy ilyen 3-4 nap maga a festés, de maga az elkészülési idő az egy kicsit hosszabb. Azon gondolkodtam, miközben így beszélgetünk, hogy itt nem csak a tudatosság az, ami nagyon-nagyon egy jó hívó erő mondjuk a vásárlóknak, hanem az is, hogy nagyon egyedi. Tehát, hogy ilyen nem jön például az a gyöngyös megoldással is, nem jön mondjuk az utcán szembe veled, tehát van egy, igen, különlegessége. Hol készülnek egyébként ezek a termékek? Van egy bázis, ahol? Van a kis stúdióm a Pozsonyi úton. Igazából a nagypapámnak a lakása, csak ők nagymamámmal Dunajvárosban laknak. És hát megkérdeztük tőlük, hogy lehetne, hogy én ott dolgozzak, mert elég sokáig ugye üresen állt az a kis stúdió lakás, és akkor beköltöztem tavaly nyáron. Akkor ki lehet használni. Berobbantottam. És egy nagyon jó helyen is akkor, úgyhogy... Nagyon egész gyerekkoromat ott töltöttem, úgyhogy nagyon szeretjük a környéket. És miket szeretsz festeni a legszívesebben, ha ki lehet valamit emelni? Inkább az állatos témák, inkább mondjuk a személyesebb, mondjuk akár mondjuk láttam egy édesapa és egy kislánynak a fényképének a festését, vagy a klasszikus festményeknek? Tehát, hogy van-e valami, amit úgy nagyon-nagyon preferálsz ezek közül a témában? Elsőként mindenképpen a realisztikus mintákat és a festményeket nagyon szeretem. Inkább a realisztikusakat, vagy olyat, ami saját tervezés, hiszen mégiscsak a saját gyermekem lesz. Igen. Akkor egy festmény, amikor egy másolatot készítek, az egy egész másik kapcsolatot, inkább nem az önmagammal való kapcsolatot élem meg a tervezet, mint a megfestésénél, hanem
a festmény alkotójának és a saját kapcsolatomat, hogy milyen gondolatok mentek végig vajon a fejében, mert egész máshogy néz egy festő egy festményt, mint egy laikus. És hát igazából utána már a többi van, ami mögé kerül, a különböző, akár ilyen anime, meg ilyen nem nagyon szoktam animés megrendeléseket fogadni, én inkább a realisztikus kategóriában sem bele, de volt már rá példa, hogy megrendelőkért. Akkor ez a téma tekintetében is ez egy nagyon sokszínű munka. Igen. Ami még érdekelne, az, és ezért végig a fejemben, amikor a videóidat láttam, hogyha megkapom ezeket a csodatermékeket, akkor hogyan tudok rá igazán jól vigyázni? Tehát mondjuk hogyan mosom, hogyan óvom meg akár a kopástól, a különböző sérülésektől? Én azt szoktam javasolni, hogy a mosógépet azt kerüljük el. Uh-huh. Rá van írva mindegyik tégelyre, hogy engedélyezi a mosógépben való mosást. Viszont én úgy gondolom, hogy az ember egy kézzel készült festményt, valakinek a kezemunkáját kapja kézhez, és úgy, ahogy úgymond a vászonképet sem tesszük be a mosógépbe, hiába... Igen. De nem. Én azt szoktam mondani, hogy a mosógép az nem. Viszont kézzel való mosás az abszolút működik, szellőztetés akár, vagy hogyha rácsöppen valami, akár csak a karjára, a karját is ki lehet mosni. Úgyhogy mindenképpen vigyázni kell rá, de most találkoztam pont egy munkámmal, ami már javítva is volt, és szerintem már 2,5 éves, és kézzel van mosva, és gyönyörűen megmaradt. Akkor nagyon jó strapabíró termékek, simán lehet még őket tovább is használni. Lezárásként talán a márkanévről beszéljünk még egy picit, hogyan kell pontosan kiejteni, és onnan jött az ötlet. Direkt nem mondtam, hogy nehogy van rosszul mondjam. Szóval úgy kell kiejteni, hogy Esterrár. Igen. Ilyen, nem kell az OE, hanem Esterrár. Ez egy nagyon vicces történet amúgy. És nem is szokták nagyon megkérdezni, hogy azért csodálkoztam egy kicsit rá. Ugye a csapatban, akikkel együtt dolgozom, van egy, hát most már Szalai Brigitta, Szombaton megházasodott, de alapvetően, amikor mi találkoztunk, ő Szabó Brigitta volt, és a Brigi, ő foglalkozott legelőször ennek a vállalkozásnak az elindításával. Ő volt az én jobb kezem, amikor ezt elindítottuk, nélküle nem is lennék itt, úgyhogy... Úgyhogy mindig meg kell említenem, mert tényleg nagyon hálás vagyok neki. És nagyon sokáig a Varga és az Eszter kombinálásában szerettem volna valami nevet, és ő ajánlotta meg, hogy mi lenne, hogyha az angol aesthetic szót valahogy belevinnénk, és akkor ő mondta, hogy legyen valami Eszter, meg aesthetic, és akkor van így ilyen generátor az interneten, amikor ezt a két dolgot össze lehet tenni, és kaptam egy jó hosszú listát, és mondta, hogy semmiképp nem olyan név kellene, ami ilyen alsóvonásos, úgyhogy leültem egy délután, és az összeset beírtam az Instagramba, meg nem láttam a pipát, és ami ugye nekem nyilván tetszett, és akkor így lett az Esterrár. Tök jó, akkor most már pontosan fogom kiejteni a későbbiekben is. Nagyon szépen köszönöm, Eszter, hogy eljöttél hozzám, és további sok sikert kívánok, mert köszönöm. Nagyon-nagyon jó, amit csinálsz. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.